Tehát ez a minimálárt, és természetesen mi jött erre válaszul a túloldalon, hát hogy lehet még tovább felszabadítani a fantáziát a szertelenség irányába, mint ahogy a szürrealizmus tette. Hát gondolom, kitaláljuk. Hát ez a konceptárt. Tehát amikor meg se kell csinálni a művet, én azt találok ki, amit akarok. Leteszek egy tervet, vagy leírok három mondatot, hogy én most a Szaharát lilára festem be. Nem kell befesteni. Ez mind koncept, ez egy műalkotás. És elég baj az, ha olyat találok ki, amit meg is lehet csinálni. Akkor már kicikiznek. Tehát itt ezek tényleges irányzatok. Vigyázzat, nem én találom ki, de a működési, hogy mondjam, csak előírásait se, vagy amiket manifestumoknak nevezném, azt se én fogalmazom, csak mint művészettörténész nekem ezeket bizony végig kellett tanulmányozni. Na most az utolsó koncert volt, amikor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, itt most nyugodtan elengedhetem a kezeteket, ennél tovább nem hűlhettek. Tehát innen már csak visszafelé lehet jönni, az meg engem különösebben már nem érdekel. Tehát ez körülbelül az volt, amikor tényleg már nincs műalkotás, van egy ötletem címszó. Na most ezzel nem azt mondom, hogy menet közben nem születtek valóban kiváló alkotások, hogy nem voltak tényleg jó hiszem és tényleg nagy alkotók. De ennek a jelenség, ez magához semmi köze nincs ennek a kérdése. Ehhez van köze, hogy tudnélik, elérkezünk oda, hogy ennek a monoton önismétlésnek, ami a szervetlen világnak, tehát a kristály szerkezetű létezésnek a működésrendje, ezzel szemben egy akkora ellen tételeződés van, ami meg a látható világnak egyetlen részlete, de az aztán a lehető leglátványszerűbben. Tehát ezt a részletet, amit nagy levél formában jelentkezik, ezt például szakkutatók általában úgy magyarázzák, hogy a hímző asszony valószínűleg valahogy bekerült a legközelebbi kastélyba, ott meglátta a goblenben ezt a nagyon szép levélmintát, hazaszaladt a huncut és gyorsan lehímezte. De a többire már nem maradt ideje, hogy megfigyelj, ezért a többi azaz a csúnya, nehézkezű és ilyen geometrikus jellegű vacak, de legalább ez mutatja pontosan, hogy tényleg huncut, mert leleste az úrtól. Tehát ezek annyira átitatják a jelenlegi közgondolkodást, hogy az ember alig bír, hát hogy mondjam, ellene érvelni, hogy dehogy is, pontosan arról van szó, hogy ezt a kettősséget nem lehet tovább folytatni. Miért? Mert a teremtés önmagáról lehangolódik, ha ebben a két irányban folytatom. Tehát azt jelenti, hogy itt be kell avatkoznia a pusztítva újra teremtő erőnek. Nem máshol itt kell beavatkoznia. És ha nem avatkozik bele, akkor ez tovább fog polarizálódni, és az egész teremtett világot fölemészti. Tehát jelenleg is ez a veszély. Na most, pedagógiai tapasztalat. Abban az óvodában, ahol ugye Keszthelyen hát csináltuk, megcsináljuk, amit csinálunk, ott egy ilyen szimpozionon, most megint nem mondom, egy neves pszichológus tartott egy előadást. Én tulajdonképpen arra reagáltam, és mert úgy reagáltam, ahogy ezért nem jelent meg az írásom. Tehát azért ezt tudni kell. A minden esetre neves pszichológus meg elmondta, hogy nem kell olyan nagyon ellenezni ezt a beat-őrületet. Meg ezt, hogy hatalmas hangerővel ilyen diszkóban a gyerekek szerepel, mert azért vegyük észre, hogy nagyon monoton ezeknek a gyerekeknek az élete. És azzal, hogy ők elmennek a diszkóba, ott őrjöngenek, igen, kedves hallgatóim, őrjöngenek. Nem hunjuk be a szemünket, a valóság előtt tudomásul veszük, hogy őrjöngenek, nagyon helyes, mert ezzel helyre billen egy egyensúly. Érthető? Na most ez volt az a pont, ahol kinyílt a bicska a zsebemben. És bár nem kellett volna válaszolni rá, hát az előadásomban bizony nagyon kemény szavakkal válaszoltam, sőt, bekértem ezt a hímzést, mert éppen ott volt, és szépen fölakasztottam, hogy mindenki lássa,
mutattam, hogy amiről a kedves előttem szóló beszélt, az ez a tendencia. És ez semmit nem hoz ő vissza a harmónia szintjére, hanem ellenkezőleg tovább élez egy embertelenül kemény és veszedelmes tendenciát. És minél tovább emelem annak a zajszintjét, hát annál tovább fog a monoton munkának is az embertelenedő hatása hát emelkedni, illetve hát süllyedni, mert ez erkölcsileg süllyedést jelent, és ezzel semmit nem oldunk meg. Ezzel csak egy húrt feszítünk odáig, hogy ez bizony pattanni fog. Most miért kellett ezt itt elmondanom, és miért ez az utolsó kép? Hát azért, amiről én beszélek, az, mint tünet, legeklatásabban, átütőbben, pontosan a középiskolai korosztálynál jelentkezik. Tehát az a tendencia, hogy ugye kétségtelen, hogy a tananyag a maga tartalmi részében jó részt hazug. Ez elsősorban a történeti jellegű ismeretekre vonatkozik, de majd mindjárt látni fogjuk, azért nem csak arra. Ezt mivel ellensúlyozza? Elkezd bratyizni a gyerekekkel, jópofizni a gyerekekkel, és engedi, hogy azok olyan dolgokat csináljanak órán, hát ami hogy mondjam, csak az egész pedagógiai gyakorlatot, mint olyan gyakorlatilag nullázza. De megőrizte a jó kapcsolatot a diákokkal. Értető? Na most tipikusan erről a folyamatról van szó. Tehát én egyik irányban nem tudok tartalmat adni, csak egy tartalmatlan formalizmust. Ezt mivel ellensúlyozom? Az, hogy egy szertelen változatosságot viszek bele a diákokkal való kapcsolatba. És ennek ilyen jelei is vannak, hogy például vesz egy cukrot és odadobja neki, mikor egy jót mond. És ezt még egyetemi szinten is gyakorolják. Tehát ez van olyan mértéktelen megalázása a gyereknek, hogy legszívesebben ilyenkor leköpném, mint diák, azt, aki velem egyet csinál. Na most ez tehát a képekben elmondandó, hát vagy kiegészítendő részhez tartozott, tehát ezeket a képeket gondoltam még az elmúlt alkalom kiegészítéseként bemutatni, és innentől kezdve egy elég feszes menet következik, tehát hogy egyáltalán a középiskola szintjén milyen területen mi az, ami jelenleg nem egészen jól hát adódik át a gyermekeknek tapasztalatanyag, módszer, illetve tényanyag tekintetében, és mi az, amit én a magam részéről már most javíthatónak vélek, mert hát ez az egész sorozat ezt célozza, hogy ami javítható, lehetőleg már is induljon el, ne halogassuk túlságosan sokáig. Hát először is. Középiskolában már értelemhez nem csak lehet, de kell is szólni. Tehát az a személyes meghatározottság, ami még az általános iskolában döntő volt, hogy teljes pedagógus személyiség hat teljes tanuló személyiségre, ez minden tekintetben oldódik, tehát olyan tekintetben is, hogy nem teljes már a megfelelési hajlandóság a gyermekben, a kritikus hajlam bontakozik ki. Az önállóság irányában nagyon határozott lépéseket kezd tenni, és ha itt se teszi, akkor mikor tegye szerencsétlen, tehát ennek itt ilyenkor jön el az ideje. Tehát itt bizonyos ismeretelméleti dolgokat szigorúan tisztázni kell vele, lehetőleg minél hamarabb, és megérti. Tehát ez az idegenkedés attól, hogy ez még túl nehéz, neki nem túl nehéz. Tehát innentől ugyanis szaktárgyakat fog kapni, és én ezen nagyon lényegeset nem is változtatnék, tehát innentől kezdve az érdeklődés egy analitikus irányban kezd tovább bontakozni, és önmagában ez nem baj. Ez akkor baj, hogyha nem tud visszatalálni az egészhez. Tehát rögtön az elején elmondanám neki az első olyan óra kezdetén, amelyik már szaktárgynak az órája. Tehát amit külön szaktanár ad le valamelyik szakmából.
mondjuk biológiából, vagy fizikából, vagy matematikából, és itt és itt. Hogy tudnélik, az a fajta tudásszerzés, ami innentől kezdve el fog uralkodni, nem kizárólagosan, de el fog uralkodni a tanítás menetében, az az egyik fajta tudásszerzés csupán. Tehát ez nem az egyetlen lehetséges, hanem az egyik fajta. És azt is elmagyaráznám nekik, mert biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy tudnélik, ilyenkor az embernek, mint sajátos jelenségnek a természetéből indulunk ki, ami azt jelenti, hogy a tiédből Pistikém, a tiédből Gizikém, és itt tovább, és itt tovább, tehát nem általánosság, hanem mindenkire érvényes, amit mondok. Ez pedig mit jelent? Az, hogy az ember egy nagyon sajátos lénytípus a világban, pillanatnyi tudásunk szerint páratlan. Tehát nincs más hasonló, lehet, hogy egyszer majd felfedezünk, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs. Miben sajátos? Abban, hogy nem csak része a nagy mindenségnek, hanem egyszer s mind egésze is. Na most ezt korábban még legfeljebb jelképesen érti meg a gyerek, el lehet egyébként magyarázni a korábbi korosztályoknak is, de csak képileg. Tehát úgy, hogy valamilyen meseszövetbe ágyazom bele, vagy eleve mesén magyarázom el. Vagy éreztetem, nem magyarázom, éreztetem. De itt ebben az életkorban már lehet róla logikus keretben is, logikai, formalogikai keretben is egyet mást mondani. Tehát ez mit jelent? Az, hogy az ember egy kicsi mindenség. Ha akarjuk, még azt is elmondhatjuk, hogy ezt idegen szóval mikrokozmosznak nevezzük. És van egy nagy mindenség, amit ugyanezzel a idegen kifejezéssel makrokozmosznak, nagy mindenségnek nevezünk. Na most, az emberben minden megvan, ami a nagy mindenségben, amit úgy kell érteni, hogy minden megvan csomópontszerűen is, és minden megvan kapcsolatszerűen is. Tehát azt jelenti, hogy az ember univerzumszerű, az univerzum pedig emberszerű. Na most, ha én nem univerzumot mondok, hanem mindenséget, akkor ez minden esetre könnyebben érthető a gyerek számára. Na most ezt semmi baj nincs, ha a gyerek az elején egy kicsit, hát érdekes dolog, de még nem tudom teljesen fölfogni. De arról tudnia kell, hogy az ember valóban a lényeknek a nagy együttesében sajátos helyet foglal el, és éppen ezáltal foglal el sajátos helyet. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mind a két arcomat, a teljeset is, tehát hogy nem csak része, de egésze is vagyok a mindenségnek, ezt is felhasználhatom a tudásszerzésre, meg azt is, hogy része is vagyok a mindenségnek. Most eddig a mi tanulmányaink, tehát az óvodától, az általános iskola alsó tagozatán, felső tagozatán keresztül elsősorban azt használta ki tudásszerzésre, hogy mi egészei is vagyunk az univerzum. Tehát azt jelenti, hogy mindent a maga egészében próbáltunk átélni, és ráadásul egy olyan hatás keretében, amikor én, mint tanár, a magam teljességével hatottam, nem analizálva, nem fölbontva, hogy egy kicsit a fülemmel is, kicsit az orrommal is, kicsit a nagylábújammal is, hanem mint teljes egész a gyermekre, mindenkire külön-külön. Most innentől kezdve elsősorban azt fogjuk felhasználni tudásszerzésre, hogy részei vagyunk a nagy mindenségnek. Tehát felosztjuk ezt a nagy mindenséget is részekre, és mi, mint részek, most a mindenség egy-egy részletével fogunk megismerkedni. Csak egyet kell tudni, én hiába ismerek meg részleteket a nagy mindenségből, akármennyit ismerek meg részenként belőle, hiába adom őket össze, ebből soha nem lesz teljesség. Most ezt mulasztják el közölni a gyerekkel. Tehát a gyerek innentől kezdve abban a tévhitben ringatja magát, hogyha sokat tanul, különböző szakágazatokban, különböző részismereteket szerezvén, akkor majd ezek összeadódnak, és így aztán majd teljességet fog megismerni. Nem fog soha megismerni. És ezt az első órán tisztázni kell. Tehát ezek mindig közelítő értékű tudások, akármire vonatkozzanak.
És nem lehet olyan kicsi egységet kiválasztani a mindenségből, amit akármilyen hosszan tanulmányozunk is.